Vendégem Parágyi Kata, párkapcsolati tanácsadó, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kata, akaratlan leszerbe jut az embernek nagyanyáink bölcsessége, hogy nem lehet ugyanabba a folyóba kétszer belépni, ami egyszer eltört, az már nem lehet ugyanúgy visszaragasztani, és mégis boldog párokat látok. Mi a titok? Hát visszaragasztani azt nyilván nem lehet, viszont új dolgokat lehet építeni. Én azt gondolom, hogy pont akkor van a baj, hogyha ugyanazt folytatjuk, és ugyanazt ismételgetjük, és ugyanazt a problémát, ami miatt szétment eredetileg a pár, azt nem oldja meg, hanem csak folytatja a kapcsolatot. De hogy lehet megoldani? Tehát nyilván azért mentek szét, mert nem tudták megoldani. Próbálták feltehetően hosszú hetek, hónapokon keresztül, aztán egyszer csak nem ment. Hát ez ugye minden ember egyedi, minden kapcsolat egyedi, tehát ezt így nagyon nehéz általánosságban. Én azt gondolom, hogy amikor egy pár azt próbálja eldönteni, hogy újra kezdjék el a kapcsolatot, akkor érdemes végig gondolni a saját motivációjukat elsősorban, hogy miért is akarom én ezt folytatni. Saját magam, illetve a másik, hogy tényleg ez egy olyan értékes, jó dolog volt? Tényleg ő az igazi, csak valami picit elrontottunk, vagy valami nem sikerült? Vagy pedig egyszerűen félek az egyedülléttől, ez az egyszerűbb, ugye ez a könnyebb, gyorsabb megoldás, amire sajnos hajlamosak vagyunk. Nagyon sokszor ugye a gyerekekre fogjuk, hogy a gyerekek kedvéért maradunk együtt. Igen, de mielőtt a visszaúton beszélünk, azért nézzük meg, hogy a tipikus problémák, ugye itt is nagyon súlyos mondatok is elhangzottak, amik azt mondom, hogy minden család életében előfordulhat, félrelép az egyik. Jobb, ha tudjuk, vagy jobb, ha titokba tartjuk? Én azt gondolom, hogy a félrelépés az már csak egy végeredménye valaminek, tehát az már egy tünet, a probléma nem maga a félrelépés, nyilván utána már a félrelépés is a problémává válik, mert hogy az a felszín, de azt gondolom, hogy ha minden jó egy kapcsolatban, akkor nem történik meg egy félrelépés. Tehát valószínű, hogy valami előtte elromlott, lehet, hogy az a két embernek a külön problémáiból vált a közös problémává, nagyon sok minden lehet ennek a hátterében. Meg kell bocsájtani, vagy meg lehet bocsájtani akkor ilyenkor? Hát erre nincs általános szabály. Én azt gondolom, hogy ha valaki képes rá, hogy megbocsássa a másiknak a félrelépést, akkor van esélye annak a kapcsolatnak együtt. Tehát nincs olyan szabály, hogy egy félrelépés után nem lehetne fölállni, vagy hogy feltétlenül meg kell bocsátani. Régen azt mondták, hogy az asszony szoknyája sok mindent eltakar. Én azt gondolom, hogy ha őszinte megbocsátás nincsen, tehát ha tényleg az ember nem tudja a saját sérelmét elfelejteni, akkor jobb hagyni ezt a kapcsolatot. És ugye azért egy megcsalás az egy elég komoly sérelem tud lenni. Elhiszi újból az a fér, legyen szó feleségről vagy férről, hogy megint ő a példa élén álló asszony vagy férfi. Tehát újra lehet ezt építeni, vagy milyen eszközökkel lehet ezt újraépíteni? Nagyon-nagyon nehéz újraépíteni, még ha nem történik megcsalás, akkor is a bizalom újraépítése az első feladat a párnál, hiszen valami elromlott, valami odáig fajult, hogy azt hiszik, hogy nem megy tovább együtt, akkor nincs meg a hit a másikban, nincs meg a hit a saját kompetenciában, tehát hogy én képes vagyok ezt a kapcsolatot menedzselni, és nincs meg a hit a közös jövőbe. Ezt kell először helyreállítani ahhoz, hogy dolgozni tudjunk rajta. Mondjuk példákat, miket csináljon az a nő, aki úgy érzi, hogy rossz irányba megy ez a kapcsolat, nem jó. Azt gondolom, hogy a legfontosabb mindig mindent megbeszélni. Tehát ez az alapja mindennek. Ha egy párkapcsolatban jó a kommunikáció, ha képesek vagyunk elmondani, hogy mi zavar, mi a problémám, képesek vagyunk reagálni a másiknak a szükségleteire, akkor ez működik. Tehát adott esetben le kell ülni, és rengeteget kell arról beszélni, hogy nekem. A férfiak nem szeretnek beszélni. Hát azért meg kell dolgozni azért a dologért. Azt gondolom, a férfiak viszont szeretnék érteni a nőket. Na most akkor hallgassák meg, hogy mit szeretnének a nők. Kérdezzék meg. Tehát mindig az az ember, akinek a bizalmát akarom visszanyerni, ő tudja nekem megmondani, hogy mit kell ahhoz nekem tennem, hogy ő elhiggye még egyszer, hogy ő nekem tényleg az egyetlen és az igazi, és harcolni fogok ezért a szerelemért örökre. Amikor azt mondjuk, hogy a gyerekek miatt együtt maradunk, meddig él ez? Hát én azt gondolom, hogy ez nem is meddig kérdése. Egy nagyon fontos szempont a gyerek. Egy gyerek az örökre összeköti a két embert. De amikor a párkapcsolat kapcsán használjuk ezt a gyerekek miatt együtt maradunk, ott nagyon sokszor ez inkább visszaélünk a gyerekre való hivatkozással. Hiszen a gyereknek sokkal rosszabb egy rossz kapcsolatba élni évekig, évtizedekig, mint egy normális válást elszenvedni idézőjelben. Tehát, hogyha normálisan válunk, azért azt a gyerek el tudja viselni. Viszont az, amikor egy kapcsolat ilyen húzavon
elvonásra válik. Ez az állandó szakításba és összejövésbe vagyunk dolog, vagy csak simán együtt vagyunk, de folyamatosan destruktívan, tehát állandóan bántjuk egymást, akkor az a gyereknek a személyiségét nagyon durván torzítani tudja. Tehát ezzel többet ártunk a gyereknek. Én azt gondolom, hogy ha nem tudok hinni abba, hogy ez egy jó kapcsolat lesz, akkor ne szúrja ki úgy a gyerekemmel, hogy egy rossz kapcsolatnak a légkörébe kelljen, hogy felnőjön. Ha visszagondol, szerintem mindenki arra, hogy amikor udvaroltak neki, vagy ha férfi és udvarolt neki, akkor mit tett érte, és ma mit tesz, akkor azért a mérleg az esetek többségében nagyon elbírlen valamelyik irányba, ugye? Ez így van. Ez általában... Ezért is van az, hogy nagyon sokszor olyan emberek is újra összejönnek, akiknek igazából nem működik, és nem is nagyon fog működni a kapcsolata. Ez azért van, mert hogy a szerelem az annyira csodálatos tud lenni, de annak még az árnyéka, még az emléke is van olyan varázsos, hogy belevigyen minket egy esetleg nem annyira jó helyzetbe, kapcsolatba. Nem szabad ugyanazt várnunk egy későbbi romantikától, mint a kapcsolat elején. Az egy másik műfaj. Nagyon szépen köszönöm, Kata, hogy eljött hozzánk, és megosztotta ezt velünk. Nagyon szívesen.